Szevasztok, srácok, hello, itt van Jokers és Bantals. Hello, sziasztok. Bantalsos Jokerses. Hello. Bantalsos Jokerses. Szia. Sziasztok. 56. adás, és hát... mert nem az utolsó, de hogy a kicsit mégis. Hello mindenkinek. Szevasztok, srácok, csók, a családnak minden. Múltkor nagyon kikaptunk. Kikaptunk a kommentekbe. Nem csak múltkor, ma is. Most is. Hát azt mondom, hogy... Ja, arról beszélsz? Aha. Volt ott már minden, a gyerekneveléstől a lapátragadásig. Minden. Meg ilyenek. Csá, hello mindenkinek. Kép is van már a TikTokon, és amott is. Sziasztok! Hello. Na, hát az Utcsó Podcast itt a Facebookon. És az utcsó nap, amikor streamelünk a Facebookon. Tehát ma este lesz egy utolsó stream a Facebookon, és utána pedig a YouTube-on fog menni majd április... Mi hanyadika van megy? 26. március 27. Jó, akkor tehát április 1-én, nem tudom milyen nap. Ez nem Bolondok napja? Igen, lehet, hogy viccelünk. Lehet, hogy spriccelünk. Szóval nem. Tehát, hogy április 1 a szombat, ugye? Múltkor már, mintha beszéltünk volna ilyesmit. Tehát normál menetrend szerint hétfő, akkor az 3-a, ugye? Igen. Előtt, nem tudom. Szóval hétfőn, tehát ma van az utolsó stream nap, és legközelebb 3-án találkozunk a YouTube-on. Normál menetrendben, ugyanúgy hétfő, szerda, péntek este 8-tól, illetve kedd, csütörtök 5-től ott lesznek a streamek. Légy tisztázatok már, hogy le kell mondani a szubot, vagy leveszi magát, hogy le kell mondani a szubot, de ezt már mondtam egy streamben. Mondjátok le a szubszot. Most majd lehet az lesz, hogy nem lehet lemondani a szubot. Itt úgy, ez úgy néz ki, hogy van egy teljesítés, amit elvárnak, és az alatt nem tudom, mi történik. Szerződés, fölbontás, nem tudom, hogy megkapjuk egyáltalán azt a cash-t, ilyenek. Szóval mondjátok le a faszba. Én azt javaslom, és aki úgy érzi, hogy szeretne tovább is velünk tartani, az a YouTube-on tud tevékenykedni. Közben kaptunk 5 dollárt, köszönjük szépen. Köszi. Na, úgyhogy ezek a történések, ez pedig az utolsó podcast, ami itt van. Illetve hát most a múltkor nagyon fölháborodott mindenki, és már valaki a feleségem autójával vagdolózott meg ilyenek, hogy, hogy mekkora csicska vagyok, mert hogy inkább miért nem adom el az egész vagyonomat, és ölöm bele a podcastba, meg ilyenek. Ezeknek üzennék, hogy a kurva anyátokat. És közben egyébként, tehát hogy nem az van, hogy vége, hanem megnézzük, hogy a YouTube-on tudjuk-e folytatni ugyanezeket a tevékenységeket, ezért egy kicsit félre rakjuk a pénzünket, a podcast, amit havonta is el lehet rakni. Igen. Tudod? A Joker 300.000-ből 500-at rak félre. De nem kell félni amúgy attól, hogy most vége van a podcastnak, mert egy dolognak nincs vége, méghozzá energiát ugyanúgy tudtok rendelni. Emberpóló, a nyomogatót is tudtok rendelni, szóval. Igen. Úgyhogy... Kicsit olyan házalós munka lesz most, nem? Igen. Amúgy azt kéne, azt nekem pólót, azt menjek házalni, geszi. Szacsorra lesz. Úgyhogy ez van, YouTube-on fogunk találkozni, a podcast nem lesz az első hónapban biztosan, aztán meglátjuk, hogy hogyan tudjuk összpontosítani az erőforrásokat erre. Úgyhogy ott is van szub, igen, Peti. Van szub ott is, igen. Hát ott az előnye, amiért ilyen sokáig maradtunk a Facebookon, az, hogy olcsó a szub, és nem, tehát hogy nagyon keveset von le belőle. Ez már a YouTube-on nem így van. Ott 50%-kal drágább, vagy nem tudom pontosan mennyivel. Úgyhogy ez van. Ez van. Úgyhogy ott találkozunk. Ott 1 millió a szub, így van. A tier 1-es. Úgyhogy ott lesz. Úgyhogy ezt akartam elmondani. Most a kommentekben nagyon kiakadtak, hogy ilyen csicska, buzi, undorító szemétládák vagyunk. De hát ez ilyen. Ilyen ez. Pész hajtsa a világot, bassza meg, undorító, de ez van. Úgyhogy ennyi. Most lesz egy 5 napos szünet, vagy nem tudom mennyi, és 3-án folytatódik. A menetrend is ugyanaz lesz, tehát, igen, hogy ugyanaz. Este 8-tól ugyanúgy. Szóval folytatódik, kell egy kis átállás, meg megnézzük mindent, amit, hogy ott mi van, meg hogyan kell, meg ilyenek.
Úgyhogy ennyi. Nem a Bocsati lesz, hanem a fő csatornán, tehát a Zsuzsa atya YouTube csatornán. A Vodon akartam, de ott meg ott egyéb okokból nem lehet, szóval. Ez a normál csatin lesz. Úgyhogy ez van. Twitch-en marad ugyanez a sztori, tehát ott kedden csütörtökön. Vasárnap. Ugye? Meg vasárnap, jaj. Ugyanúgy megy a matéria. Twitch-en ezt változatom. Igen. Ja. Úgyhogy ez van. De nem mondom azt, hogy nagyon sokan posztot láttam, aki szomorú, meg ilyenek. Azt el kell mondani egyébként, hogy én nagyon hálás vagyok nektek, akik itt vannak, meg 40 hónapos szobjuk van, meg itt eleve csak nézték. Tehát az elmúlt 3 év ez nagyon jó volt, így tudtunk fejlődni, így lettünk többen. Azért a Facebook nagyon sok mindent adott nekünk. Talán itt voltam a legsikeresebb streamerként, és így tudott felépülni ez az egész banda, amiért nagyon hálás vagyok. Szóval nincs okunk keseregni, szomorkodni, kurva jó volt. Nagyon sok mindent ennek lehet köszönni, igazából mindent. A Joker, Lali kombó, meg az egész minden, a team, meg mindent, szóval nagyon jó volt, meg itt voltak a legnagyobb, úgymond ilyen rekordok, amiket sose gondoltam volna, mondjuk, hogy elérek körülbelül, meg hogy elérünk. Úgyhogy ja. Úgyhogy ez van, de nem kell itt búcsúposztokat, meg mintha meghalt volna valaki, megyünk tovább a YouTube-on, ott lehet velünk tartani, srácok. Tudod, mit olvastam, de szerintem ezt te is láttad, hogy a Facebook csoportba kérdezik, hogy a szubos Facebook csoport, az megmarad, vagy nem marad? Lesz egy újra? Hát nem tudom, hogy ezt a Facebookról, valószínűleg a Facebookkal nem kompatibilis ez a történet. Nem tudom, lehet csinálunk egyet. De... Vagy van Discord csoport, Discord, nem? Az Discord megmarad, lesz. Gondolom, és akkor ott... Újat csinálunk helyette, uh-huh. És lesz egy Discord, ahol... A Discord az ugyanaz, mint a Facebook, tehát ugyanúgy írogatsz, posztolsz, stb. Képet is tudsz csinálni, meg a faszom, tudja. Facebook azért meghalhatna, nem rosszból, azt írja Dominik. Nem gondolom ezt. Tehát, hogy azért egy olyan lehetőséget kaptunk a Facebooktól annak idején, ami nagyon jó volt. Nyilván. Úgyhogy nem kell itt izéni. Depizni. Én nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen. Tehát van, aki most posztogatják, hogy lemondják a szubot, és ilyen 40-30 vagy akár 20 hónapos szubjuk van. Szóval ez, nekik, őket nagyon sajnálom, hogy elvesztik ezt, de higgyétek el, tényleg nem tudom mit csinálni. Úgyhogy, de nagyon hálás vagyok ezeknek az embereknek, és azoknak, akik itt voltak, és néztek minket, és támogattak bárhogyan, bármilyen formában, vagy pusztán a nézésre. Úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok. Úgyhogy kösz szépen mindenkinek. A YouTube-on nem lehet visszanézni, ugye a live-ot, csak majd a Vodra, ami fel van töltve. Igen. Tehát úgy lesz, valaki kérdezi. A YouTube-on lemegy a stream, ott a szubok vissza tudják nézni azonnal, de a VOD csatorna ugyanúgy fog üzemelni, ott pedig bárki vissza tudja majd nézni. Úgyhogy ez van. Nagyon jó kezeli az atya, közben biztos bassza az ideg. Nem tudom, srácok, azt gondolom... Téged nyomogat az ideg? Igen, nem. Inkább az elején voltam nagyon csalódott, mert azért ez egy kockázatos és félelmetes lépés, de tényleg hálás vagyok a Facebooknak, meg nektek, hogy itt voltatok 3 éven keresztül, szóval nem hiszem, hogy ideges vagyok. Azt gondolom, hogy bizonyos szituációk jönnek, mennek, tanulni kell belőle valamit. Ennyi. Ennyi a sztori. Úgyhogy nem vagyok ideges. Fő a nyugalom. Úgyhogy ezek történtek. Nem tudom, azon gondolkodok, mindig összegyűjtem fejbe, hogy miről akarok beszélni. De szerintem ennyi. Már gondolkozol rajta, mert itt mondjuk ez most itt van egy komment, és ez mindig egyébként egy kérdés, meg hogy egy fajta tényként közlik a veled kapcsolatos podcastos dolgot, hogy te már úgyis untad a podcast cuccot, kajak minden epizód egy túrilis volt. Egyébként azt fixáljuk le tényleg így ebbe a mai adásban, hogy ez a podcast ez nem arról szólt, hogy ide jössz, és te úgy mész ki a podcast végén, vagy úgy mész el bárhova, hogy kurva sokat okosodtál, mert az egész csak egy kifordított dolog, egy hülyéskedés, egy nem komoly dolog a részünkről. Az, hogy most itt alszik el, az amit tudsz csinálni.
Figyelj, ez a része nincs, a show-nak, vagy a podcastnak, nem tudom, hogy hívjam, srácok. Ez nekünk nem, minket nem zavar Antival. Nagyon sok podcast van, és minden nagyon profi a formátum. Ugye? Mi nálunk, mi direkt így akartuk, hogy ne legyen az. Tehát, hogy valaki írta, hogy nekem iroda, volt egy rész, amikor tiszta ideg voltam, ez igaz, mert aláírtam valami olyasmit, amit nem kellett volna, és ezt azzal szembesültem a podcast alatt abban a pillanatban. Sokkal fontosabb dolgok vannak, ez nagyon szarul fog hangzani, néha, mint a podcast, és igen, tehát, hogy én tényleg így néha így zoom-outoltam, de ez az én személyiségemhez hozzátartozik sajnos, vagy nem sajnos, ez ilyen. Egyszerűen, hogyha nem érdekel valami téma, vagy tehát, hogy én alapvetően nem vagyok egy olyan karakter, aki nagyon részletekig belemenő, taglal valamit. Tehát én el tudom fogadni tényként bizonyos dolgokat, és ott lapozok is. De egy podcast meg nem erről szól. Hát tehát ott kibontják a véleményüket az emberek, Joker nagyon jó ebben, Anti is, én nem, de én ezt el is fogadom. És úgy tudok úgy csinálni, hogy nem érdekel azonnal a második perctől. Ez én vagyok, bassz meg, és ez ilyen. Tényleg sajnálom, ha valakinek ez nem oké, de én ilyen vagyok, geci. Tehát, hogy tényleg ez van, hogy én nem tudok, ami nem érdekel, vagy túlságosan megmagyarázó, vagy túlságosan körüljárja egy témát, azt én nem tudom, bassz meg. Hát ez van. De hát ez figyelj, nem, ezzel nincsen baj. Vannak olyan live-ok, ahol alszanak az emberek is, nézik több millió. Nyilván az a live az arról is szól, hogy ott aludni fognak. De ez is csak egy podcast, és nem egy podcast, voltak, vagy valami. Voltak aktíva. De így nem véletlenül podcast a neve. Tehát, hogy ezt már, ez az első pillanatot tudtuk, hogy ez egy podcast lesz, ahol botok ülnek és beszélgetnek. És itt nyilván magamra gondoltam, mert én ismerem magam. Tehát, hogy azért lett podcast. Tehát, hogy csak azért, hogy tisztálásunk. Szóval, de voltak egész aktív részek, amely érdekelt, meg ilyenek. Tehát, hogy most megkérdezném, hogy emlékszel-e azokra a témákra, amik érdekeltek, de válaszol is lenne, tudja a faszom mi. Nem tudom. Na, ugye mondom, én igen. Most nagyon gondolkozok, a backroom-ra emlékszem, a kimémelt pillanatokra emlékszem, mikor mondtad, hogy 50-szer, hogy backroom. Ja, igen. Meg amikor sütit szapogattunk a szőnyegen, az volt a, nem tudom, tizedik adás. Igen, a Squid Game-es cuccos. Ja. Anti, neked melyik volt a kedvenced? Volt kedvenced? Meg se szólalt. Amúgy Anti egyszer volt, csak amikor nem volt, igaz? Podcaston, amikor ketten voltunk. Azt hiszem egy volt ilyen, most jut eszembe erről. Igen, az első. Ugye? Nem az első. Azt szerettem. Volt kedvenced? Hát sok jó volt, de ezt most jobban át kéne gondoljak, hogy mik is voltak. Nem mered kimondani azok után, hogy 300 ezeret félre lehet rakni egy 200 ezeres fizuból? Ez nagyon jó, hogy ez érintőképernyős. Na például az is jó volt. Meg amikor Lali itt volt a papucsozás. Na igen. Ja tényleg, aha. Jó. A szülinapi, az nagyon jó az volt. Az jó volt az is. Az tényleg jó volt. Giulio megjelent. A tortával. Igen. Tényleg nagyon sokan keresitek Giulio-t, kérdezitek, hogy kirúgtuk-e meg ilyenek. Senkit nem rúgtunk ki soha. Vagyis hát, de a Giulio-t nem. Mi van itt? Nem, de hogy hát talán egy ember tudnék mondani, de az sem kirúgás volt, meg ilyenek. Ja, de te a múltra gondolsz most, nem? Uh-huh. Tehát old time. De New Yorkba tervezek egy bárt, az mi fasza lenne? Biztos dobjuk fel össze. Kocsit, lobat, házat. Szóval nem rúgtuk ki a Giulio-t, nagyon várjuk, de dolgozik egész nap. A fővágott, hogy ilyen olyan fizetése van, és élete nincs. Nyomja neki, bazzeg. Dolgozik 12 órát naponta, meg ilyenek. Vagy többet. Úgyhogy azért nem jön, de múltkor a Csében ott volt. És én nagyon szeretem a Giulio-t egyébként, meg minden karaktert, szóval nincs ilyen, hogy eltűnt az alapító tag a random Facebook csopiba. Mi van? Ja, mert hogy van egy ilyen alapító tag, tudod, ilyen badge, vagy címer, ja. Érted is, hogy az eltűnt neki, azért mérges. Aha. Jó, hát figyeljetek, srácok, itt nem mondom, nem kell szomorkodni, aki eddig támogatott, azt nagyon köszönjük. Aki úgy gondolja, hogy velünk tart továbbra is, az a YouTube-on meg tud találni. Most hozzá, hogy a csatornán lesznek a streamek. Ami egy kicsit furcsa, hogy ugye ott abban a pillanatban fog megjelenni, hogy megy a stream,
mint ahogy Facebookon is, de hogy ez nem egy feltétlen erre kialakított platform, hogy nem hozzá kell szokni a menetrendhez, meg ilyenek, de ugyanez lesz, mint itt. Úgyhogy, ja. Hogy érted, hogy abba a pillanatba fog menni? Ezzel most elgondolkoztam. Mert ugye oda ömleszve mennek a videók, ja, minden, ugye, és meg kell szokni. Úgyhogy ez van. Igen. Hát itt az extra tartalom az az lesz, hogy megy a stream. A YouTube-ra már most is lehet szobolni. Igen, igen, ebben van állítva. Tehát ott is működik a szub, ott is van emot, meg badge. Egy hónapos, két hónapos, fél éves, egy éves, ilyesmi. Úgyhogy ez van. Kaptunk valamit, Anti? Miért nem Twitch? A Twitchen... Ott. Kaptunk. A Twitchen izé van, ott gambling streamek mennek, és én nem szeretném összekeverni a gaminget semmilyen formában, és azok maradnak a Twitchen. És azt gondolom, hogy a YouTube-ban egyébként ugyanaz a történet, amikor átjöttem a Facebookra, akkor nagyon mindenkivel ezt tette fel ezt a kérdést, hogy minek, meg ilyenek. Nyilván a anyagi vonzata volt, meg azért egy nagyobb tömeget lehet elérni a Facebookon. Tehát itt azért voltak olyan nézők, nem tudom, most itt vannak-e. Hát Özvegy Kovács Marikát, azt másképp... Idősebb asszonságok, meg ilyenek. De hogy úgy voltak nézők, hogy ők itt voltak mindig, meg szúbjuk volt egy csomó ilyen. Tehát egy Twitch-en nem tudsz elérni. Tehát, hogy ott réteget tudsz elérni, akik gaminggel érdeklőket a gaming, meg ilyenek. A YouTube-ot szerintem mindenki nézi ugyanúgy, mint a Facebookot. Én úgy, szerintem a YouTube-ot sokkal többen használják. Nekem az a véleményem, hogy az elmúlt időszakban a Facebook maga, mint mióta átállt egyébként erre a metára, meg már előtte is azt láttam, hogy annyian már nem használják, mint amikor ugye ez elkezdődött ennek a Facebooknak a hype-ja. Szerintem. Hát nekem ez a véleményem, Facebook hogy... egyébként az egy verhetetlen platform. Egyetlen egy probléma nem van. Nem tudom. Mióta van TikTok... Már úgy értem, hogy verhetetlen platform, hogy azt minden korú ember használja, és tényleg rengeteg. Hát igen, viszont most már szerintem csak a korban az egy idősidőbb használja. Ez lassan olyan lesz, mint a magyar mint a MyVip, vagy az IVIP volt. Igen. Jó, a YouTube csak sok a reklám. Értem, Laci. Stream alatt nincs izintek, nem? Tudja, geci. Szerintem ott nincs reklám stream alatt. Hát van előfizú. De most tudom, hogy már megint az anyagiaskodás, de én nekem az életem egyik legjobb befektetése volt az a YouTube Premium. Jó, még azt hozzá kell tenni, hogy keveset fizetek, mert hogy diák voltam, és még az mindig tart. De vannak ezek a családi csomagok, amikor öt embert bele tudsz venni, és nem tudom, nincs talán egy ezres családiba? Vagy igen, nincs annyi. Közül. Ezer forint van. Szerintem. Na de viszont a, nem, de van annyi, ott is van úgy lesz, a YouTube-on lemegy a stream, és ugye visszanézhető lesz a szubok számára, ott nem lesz reklám rajta. Tehát, hogyha nincs szerzőjog, akkor azt én állítom be. És azt vissza lehet nézni reklámmentesen. A Watch csatornán pedig nyilván reklámmal együtt tudja megnézni, aki akarja. Ha nincs prémiumja. Mert akkor nincs. Nem, ma még Facebookon lesz live. Ma az utolsó Facebookos live. Igen, srácok. Ma lesz az utolsó Facebookos live, egy horror game-ben fogunk játszani. Azt annyi. De ne YouTube prémiumot vegyetek. Ha nem szubot. Mert ott tuti nem lesz reklám. Úgyhogy ez van, nem is akartuk, hogy itt most nagyon nagy szomorkodás legyen, meg egymást ölelgetve sírunk. Nincs semmi baj, megyünk tovább. A podcast is, ha jól megy minden, akkor visszaáll a régi kerékvágásba. Úgyhogy ez van. Itt vagyok, Angéla nénye. Na ugye. Itt van. Na ugye. Angéla nénye, itt vagyok, de átállok én is YouTube-ba. Jajaja. Hány szob jött össze YouTube-od? Most pontban azt néztem. 90, azt hiszem. 90 környéke. Jó, hát az ahhoz képest jó? Hát igen, mihez? A nullához képest azért elég jó. Igen. Igen. Mikor lesz kezdés ma? Mit? Hát ugyanúgy, 8-kor. Az időpontok nem változnak. Nem, semmi srácok, nem változik. Az nem változik. Annyi van, hogy most nem lesz stream, mert át kell állni technikailag, meg mindenhogyan. Hát harmadikán, az hétfő, nézd már a gantilécióta. Nájá, nézem neked. Nézed?
Harmadika az hétfő. Akkor lesz. Negyedike az kedd. Este. Este 8-tól. Tehát akkor a hétfő ma van együtt, hanem még egy hét, a következő hétre rá van. Péntek pedig szombat. De várjál, kérdezem én, Twitch ez lesz, nem? Uh-huh. A Twitch ez lesz egész héten. Ott de... is változások lesznek egyébként. Ez egy ilyen időszak. Minden változik. TikTokot is fog menni a stream egyébként. Ami YouTube-on. Szóval Twitch megy tovább. De már azért, mert én is belebonyom, mert én sem tudnám, hogy hagyjuk már a faszom, mert borzasztó, nehéz még elmondani is, alig tudom, hogy mi jó, lesz. Hát, hogyha lesz. Kiesik a Facebook, akkor kicsit egyszerűsítik a dolog. Mert YouTube-on vannak a videók, a VOD, a streamek, minden. Minden egy helyen egyedül, lesz. Aki kaszinót akar nézni, annak csak a Twitch. Jó. Le kell átnéznie. Így igaz. Én így látom a dolgot. Ne bassza már meg. De VOD volt, aki ezt írta, hogy legalább jó lesz, mert a telefonját tudod le tudja zárni, miközben néz téged, mert a Facebookot ugye az nem nagyon jó, tényleg. Azt tényleg faszol. Jó, de mondjuk, hogyha prémium mód van, akkor tudod megcsinálni, de hát az nekem is rengetegszer van. Nem is az, hogy lezárni, hanem átváltani másik ablakba. És nem lehet megcsinálni. Jó van, fejezzétek be akkor. De baszondjátok meg, hogy azt írta a Ricsi, hogy már ideje volt, hogy vége van. De ezek a kommentek, vazeg, ezek úgy felkúrnak amúgy. Úgy felkúrnak ezek a kommentek engem. Jó, hát én olyan jót nevettem rajta, amikor olvasgattam. Van egy-kettő, igen. Körülbelül kettő embert bosztam ki, amik az egyik a gyereknevelése még eljutott, hogy vége a Facebookon a streamnek. Meg ilyenek. De amúgy alapvetően mindent ott hagytam. Ja, nem kár ezért a merő szarér volt a kedvencem nekem. Én jót röhögtem ezen. Amúgy hoztam a lapátot, amit kíván neked az a köcsög. Ja, igen, hogy hamarosan újra lapátot fogok. Ja, és mindjárt jön, úgy kéne csinálni, mindjárt jön a cement, oké? Okay? De ma azért van podcast, a beton, mert hogy esik bocs. Az eső, és igen. Nem lehet betonyozni. Igen. Pedig már fogom a lapátot. De jó, mert a másik oldalon meg legalább locsolva van. Igen. Amúgy igen. Jó, van, lendüljünk bele akkor így. Én azt mondom. Hogyha van kérdésetek egyébként, azt... Tartsátok magatokba. Nem. Nyilván nem. Nem. Ha van kérdésetek, akkor nyugodtan lökjétek, szívesen válaszolunk bármiről, ami akár ezzel kapcsolatos, akár nem. Instán is lehet írni egyébként. Jók a sapik. Köszönjük. Bazeg, hát, egyszer... Felmet, van egy cowboy kalap, egy baseball sapka, meg egy sábezdek. Így van. Egymáson. Én egyszer azt olvastam, hogy mekkora nagy bunkóság és parasság, hogy nem adjuk meg a kellő tiszteletet, legalább először én nem adom meg a kellő tiszteletet, hogy sapkában ülök, majd utána ketten ülünk sapkába, és hogy nem adjuk meg a tiszteletet, mert... Kinek? Hogy... Nem tudom. Most ez bunkóság? Tényleg? Pedig az a baj, nem látjátok Jokert, pedig ő megadja, mert mindig belép pedig bazzik, ez a csatorna, ez igen. Csak azzal foglalkozik, hogy mi nem bunkóság, meg ilyenek. Tehát itt is cigányozás, szóval... meg nem, meg faszafolyik a szalvétát. Viselkedés van mindig, szóval. Prosztók vagyunk, gyerekek, prosztók. De bassza meg, hát én szoktam nézni én is nyilván más streamereket, és ott is előfordul, hogy sapkába ül végig, szóval ez nem hiszem, hogy ki a geci bánja, hogy sapkába ül vagy. Én soha tudod, mint nem értek. Én őszintén tök jó, hogy el tudunk beszélgetni. De nekem soha nem lenne, tehát hogy annyi önbizalmam, hogy... Cseten így? Nem a cseten, vagy akár élőben, vagy bárhogyan. Hogy bele, tehát hogy az, hogy valaki sapkába van, vagy valaki ilyen. Tehát, hogy itt, nem tudom, az én hozzáállásom az ilyen, hogy úgy beleszorok mindenbe, és elfogadom. De az, hogy leírjak egy kommentet, more, hogy szerintem milyen bunkóság sapkában ülni, meg ilyenek. Tényleg, Horváth Máté, aki zavar, hogy sapkában vagytok, az csak hallgassa. Csukja be a szemét. Hát. Tényleg, ez olyan, mint amikor felébresztenek, hogy horkolsz. Na jó, mit de amikor az első podcast elindult, vagy a podcastok... elindultak. Akkor még alsógatyába ültetek. Még szaros volt a picsám. Ez egy olyan közösséget vonz be ez a kategória, ami brutális. Tehát, nagyon nagy megmondó emberek, meg nagyon nagy véleményformáló emberek, amivel nincs baj, csak mondom, én a másik oldalon vagyok, ezért nem értem, de ettől függetlenül lehet, hogy az a normális oldal. Nem tudom, én nagyon ritkán írnék kommentet. Tehát, hogy az, hogy véleményezzek valamit, ha nagyon megkérnének, biztos megtenném. Engem a véleményformálás azon része szokott zavarni, nem az, hogy vélemény formál az ember, mert pont nem érdekel, hogy valakinek más a véleménye, hanem az, hogy úgy állítanak mondjuk valamit, valamilyen képet rólad, hogy
csak látnak és hallanak, de köze nincsen egyébként ahhoz, hogy, hogy a podcaston kívül, vagy egy streamen kívül te milyen ember vagy. Na jó, de... Na ez a része engem kibaszottul fel tud baszni, és ilyenkor a J-Snémobot láttátok? Mit? J-Snémobob. A filmet. Igen? Nem. Annak a végén van, amikor őket is kritizálják, és felütik a telefonkönyvet, és mindenkinek megkeresik a címét. Na, hasonlóképp járni kell én is olyankor. Jó, de ez a része meg. Zavar. Az nem, hogyha van egy vélemény, és elmondja, mint ahogy itt beszélgetünk ilyenek, de az igen. Itt most ez egy műsor, vagy egy... Ja, ez igaz. Tehát, hogy ezt ítélik meg. Nem érdekli azt mondjuk, hogy te egy hajléktalanon háromszor segítesz, mert az nem része a műsornak. Persze, hogy nem. Tehát, hogy azért véleményezik, és talán ez jogosan, de mondom, én soha nem tenném, én csak azt mondtam, de hogy ezt a műsort, aki leírja, hogy elege van, rosszul van, meg komolytalan az egész, meg nagyon, nagyon ilyen adhok, tudod, nagyon ilyen minden ilyen impro, hogy ezt joguk van megítélni, mert ez kerül fel. Tehát ez egy műsor. Erről véleményt írhatnak úgy, hogy közben nem ismernek téged, mert nem is kell, hogy ismerjenek. Nem kell, jó. Mit tudom én, van egy olimpiai bajnok, nem, volt valami boszrány, nem? Volt. De hogy valami olimpiai bajnok, valami szexbotrányba keveredett, nem Magyarországon. Vagy igen? Tudja, faszom. Mindegy, az a lényeg, hogy utána arról vitáztak, hogy elvegyék az aranyérmét. Érted? Nem, az egyéb sejtel gondolkozok, hogy ki volt az, mert én is hallottam. És a lényeg olvastam. Az, hogy... Tehát, hogy ez az, hogy van egy aranyérme, vagy az, hogy nyert olimpiát, vagy ilyesmi. Jó, hát most arra gondolsz, tudom, hogy itt a rossz dolgokat hamarabb felhozza az ember mi egyébként, van? Nem? De miért foglalkozó vele? Semmi. De tényleg traktort amúgy? Igen. Tényleg? Szóval a lényeg az, hogy nem lehet megítélni azért, mert te lehet, te is egy szexuális ragadozó vagy Joker. Nem tudod, hogy nem. De az jó. Közben megítélsz a podcastba. De ezt nem tudják róla, hogy szexuális ragadozó vagy. És simogattam a combodat. Néha azért rakom le a kezem. De persze, hát ezzel nincsen probléma amúgy. Na mindegy, oda akartam kiukadni. Ez a végként nem érő sztoriba. Koditól tanultam, hogy megítélhetitek nyugodtan a podcastot, meg minket. Csak hát ki a gecit érdekel. Egyrészt, másrészt meg annak készül, aki szereti, de el tudjuk fogadni, hogyha leírod a negatív véleményedet. Most én egyetlen egy dolgot tudok csak sajnálni, hogy így a podcast most egy darabig nem lesz, hogy vannak azok az emberek, akiknek otthonává vált a komment szekció, és sajnos ők most nem fognak tudni írogatni alá, de nyugodtan vissza lehet nézni, és ott, ha dühös vagy, nyugodtan írd le, igen, hogy a kurva anyámot. Most elvileg 11:30 van. Igen? Zárjam el? Zárd el, azt zárjam el. De hogy az óra, én érzem nagyon. Én is nagyon. Én majdnem elaludtam. Szerencs, hogy Anti nem aludt-e. Há. Megint itt, Frissen üdén időben. Ez a jelmondatom. Mondjuk a kocsiban most nagyon jó volt, mert éppen oké, tanultam, hogy a kutyogtatás rejtélyei, a horgászat. Amúgy érdekes volt a téma. Na. 88 kilós harcsákat fogdos az ember is, akkor ő mekkora nagy talán horgász. Talán nagyon jó horgász podcastet. Az, Geci, ott mi izgalmak lehet? Amúgy közd meg! Zsizi, kajak kurva jó volt, esküszöm. Jó, egyszer mert jó volt az alany. Bokorkarcsi bácsi volt, ő a kedvenc minden. Jó volt. Mondd ki a nevét a podcastnak, vagy podcastnak. Parti arcok. Parti. Nagyon jó. De jó a név is, névválasztás, de nagyon jó. Várjál, és ez a parti arcok az mindig arról szól, hogy horgászod? De hogy van, hogy mindenki az őt a, ilyen méregző szímszorról leugrik, bemutatja a haligazó horgászengedélyet, és utána így a podcast. Aha, ki mit fogott, mutatják, hogy izé. És ez mindig csak horgászatról szól? Hát horgászattal kapcsolatos. És miért parti arcok? Hát mert tudod, hogy vízparti, és akkor arcok. És ja, akkor ja, értem, akkor itt kimaradt a víz. Értem. Jó, hát de gondolom idősebb formák. Hát ilyen tekorabeli. De várj már, mert a műsorvezető Csávaszkónak tök fiatal hangja volt. Ez igen, olyan szerintem 30. Szerintem ő veled egy idős, az egyik srác 30, úgy hallottam. Többiek pedig 30, meg, a másik srác meg 30 és 40 között. És akkor az van, hogy ki mit fogott, és megmutatják, meg ilyenek? Hát nem, a mostani adásban például a Bokor Károlynak így a életútjáról beszélgettek, hogy lett horgász, meg milyen nagyobb túráik voltak, meg mi alapján keresi a halat, meg ilyenek. Előtte a Dunai horgászos részt néztem, mert most kicsit érintett lettem benne. Most el kell mondanom valamit. Kicsit felcsillant a szem. Én fogtam egy halat, de most viccen kívül. Na. Bementem a Nyíregyházi plázába, igen? Gyerekkel,
és nézni akarta a halakat, meg minden. Hát egy, ja, igen. Elkezdtem gondolkozni, hogy melyik őkjük. Azt hiszem, hogy a szájba feltűrted, ne ezt figyelt lányom, nem? Hopp, ráfogott a karatekajökbe. De így meg is kajakra. Minden, aztán nézem a táblán ott van, hogy ne piszkálja a halakat, és gyorsan visszadobtad. Kijöttem a gyereknek, megnézed. Úgyhogy ne nyúljatok a nyíregyházi szökőkútban lévő aranyhalakhoz, légy szíves. De ez az állatkertben volt? Nem. Ja. Mondom, hogy a plázában ja, van ja, egy ja. ilyen... És nem szabad belenyúlni. Nézzétek, a Kapás van című műsor. Én ismerem őket, de valahogy nem annyira. Hosszúak a videók, meg annyira nem szeretem azt. De tudom, hogy nagyon sokan szeretik, brutál sok feliratkozójuk van. De... Irány az RSD. Az a baj, hogy nem bírok oda, vagy lusta vagyok oda felzsilipelni, vagy lezsilipelni. Mi az, valami vízpart? A Soroksári Dunaág, az nagyon jó horgászhely, de nekem ugye most, hát nem titok, lett egy csónakom, aztán az északi részen horgászgatok, most egész hétvégén kim voltam. Ez Hákleberi Amti, a Dunán. Messze van oda most lemenni. Motorcsónak? Van aha. pénz. Nem, evezek bazdmeg az uszályok előtt 10 éve. De ilyenkor is föl szokott hívni néha FaceTime-on, hogy éppen izé. És átmente rajtam egy uszály vagy valami. Jó, hát ez nem egy nagy izé. Találtam nagyon jó áron helyet. Mondd ki, mennyi volt. Legyen egy kis felháborodás már így végre. 10 000 forint egy hónapra. Mi most a helyről beszélünk, vagy a csónakról? A pénzről van szó? De én most a csónakot kérdeztem. Az se volt ága. Mert hogy nem alumínium, nem is... Ezt mit csináltuk tetőlécből? Itt. Ha nem a cél. Ha leszedett Lambériából. Tudnán szoktam ebbet százni? Igen, most egész hétvégén kint voltam. Meg most nagyon rá akarok állni. Hát igen, igen, Anti. Aki ennyit félre tud rakni. Egyszer, nem tudom, rossz show volt, azt hiszem. Azt Anti horgászott, de éjszaka volt, és mentem haza. Ja, igen. És én hajnal egy volt. Ez meg korom sötétbe ül a parton. Mondom, oda megyek, megnézem, mert akkor oda is mentünk. Ja, a Balcsin. Na, bazzik, Anti, te hogy a faszomba tudsz itt ülni, bazzik, a korom sötétbe, éjszaka, és akkor azt mondja, hogy 36 órája itt vagyok. Mondom, geci. Ja. Jó, de hát aztán ott volt valami falunapod, akin néztünk. Csak már be voltak dobva a botok, úgyhogy mennem kellett vissza. Igen? Nem ha ott volt ott egy nagy sátor, meg minden, ott táncoltunk. Tényleg? Valami sörfesztivál volt, hogy valami. Nem emlékszek erre, csak arra, hogy egyszerűen ledöbbentem, geci, hogy 22-3-5 éves ember ott ül 48 órát a parton. Egyre jobban arra jövök rá, hogy az mindenem a horgászat, tényleg. Jövök? Annyira élvezem, minél többet töltök. Hogy a pina ebben. Előtt van, vagy után? Hát azt mondom, hogy előtt. Ne! Tényleg. Most anyádék nézik a podcastot azért. Tényleg, úgy vagyok vele, hogy abban nem bírok csalódni, még ha nem fogok hallani. Ez igaz, hát ott bármi történik. A jó öreg csalódás, szegény. Kimegyek, kiülök, tényleg pláne egy most csónakba, oda megyek, ahova akarok, nem zavar senki. Ajjaj. Világ legjobb dolga, tényleg. Ne bassza meg! De én most tudom, hogy mindenki ilyen, itt írta egy srác, hogy csendes őrültek, hogy valami ilyesmi, a horgászok. Nem tudom, lehet, hogy kívülről így néz ki, de annyira jó kikapcsolódás, meg... Tehát agyalás az egész, hogy most mit, hogy, merre, meddig, milyen izé. Nem olyan unalmas, hogy odaülsz, az bedobod, azt vársz. Na jó, de ez az agyalás inkább az eleje, hogy hova dob meg, betetés meg, stb. Én de tegnap... utána van az a rész, amikor már bedobod és csak vársz. Ott... Én tegnap 4 helyet változtattam, mert mentem kisodrásúba, nagysodrásúba, mélyvízbe, kavicsosba, sóderesbe, izé, szórt kövesbe, mindenhova. Igen. És tök jó, közben hajózgatsz, nézed, mondjuk fújt a szél, azért nem volt olyan jó. Na mindegy, hagyjuk is a horgászatot. Én nagyon szeretem. De te most 3 napig horgásztál, nem hagyjuk, beszéljük. És ma is már azon gondolkoztam, hogy most mikor kéne menni legközelebb, meg azért hallgattam ezt a podcastet, hogy akkor legközelebb majd hogy, meg izé, meg mind. Köszönjük szépen a donációkat. De te most elmész reggel, hazamész este, igaz? Aha. Ja. Azt hittem, hogy kimaradsz full 3 napot most. Hát nem, azért ilyen időben még nem nagyon lehet. De majd lassan jön a jó időd. 4 helyet változtatni? Az igen. Egy időben? Aszkom. Alakvált. Hát én próbáltam horgászni. Az nem hiszem, hogy olyan rendesen megpróbáltad. Dehogy nem, bot volt, mert minden be kellett dobni, azt ülni, ezt nézni ki a lyukon. 15 perc. Igen, azt mondják, hogy a pünös hasonlóképpen működik. Bevágod, kiveszed, és még halszag is van.
És ott sincs mindig kapás. Igen. Így van. Köszi, Bence, nagyon aranyos vagy. Szigetköz, azt hallottam, hogy az jó hely. Elmennél vele pocázni Szigetközbe? Hát azt úgy hallottam, hogy ez tényleg jó hely, még sose voltam. Na de hagyjuk is a horgászatot, mert én ilyen nappal tudnék róla beszélni, de úgy látom, hogy nyomjad, nem mindenki levőre. Nyomjad, bazzik. Nyomjad. Figyeljetek. De azért a végére még egyszer mondom, hogy nem véletlenül botkázt a nebe. Lehet, hogy átcsapunk itt a horgászon. Örülnél, Anti? Anti és a haverok! 6 órakor jelentkeznék a vízről. Zúgna a fény. Ja, az etető. De rendes, bejelentkezel minden. Ha, Anti, hallasz minket? Azt mondanám, hogy lenne egy diszpezites pödör, kevernéd, hogy szuszognál a mikrofonba. És akkor látjátok, így kell. Most amúgy ezt szuszogás, azt teszem, hogy a videómánia egyes bácsikát, hogy hívják, mindig elfelejtem. Elek Zolika, amikor néztem róla most egy videót, nem tudom, hogy mikor ül ott egy tál pörkölt felett, és te dettó ugyanaz a kép, amikor te mocsok részeg vagy, és nem bír beszélni, de kihagyja a krumplit, geci, de főzött mindent, az megvan amúgy az a kép? Ez mostani? Nem tudom, hogy mostani ott is csak szuszog, nem lehet érteni, hogy beszél, ja, de látszik, hogy be van baszva szegény egyébként, meg amikor süti a kolbász vagy a hurkát, és akkor arrébb rakja a tűzszelyen, és az egész esik lefele a picsába. Hát ott biztos szerintem annál, amikor a izét ette biztos, amikor ette a pörköltet, én nagyon mondja, hogy hát a krumplit elfelejtettem, nem rossz, próbálja meggyőzni magát, hogy egyébként nem rossz. Nehéz eldönteni. Igen. Szegény Zoli bácsi. Videománia 1. Azt mondtad, hogy videománia 1? Miért? Azt mondtam. Nem tudom, mit írja. Azt mondtam, de hogy az nem. Videóinfo. De a videománia az nem az, tudom. Ez egy furcsa fúzió lenne. Videóinfo, elnézést, kösz, hogy mondtad. Ja. Videóinfo. Mondjuk azt én is megnézném. Tényleg. Ő csináltatott egy tetoválás magának, tudtátok? Igen. Kézfejére. A Zoli bácsika? Mi van rajta? Hát a csatornájának a neve. Ah, igen, hú. Ja, valami volt, hogy 10 000 feliratkozónál, vagy valaminél. Itt kérdezi tőlem a Rafael Ricsi, hogy be vagyok-e töltve vazelinna. Hogy vazelinos-e a fasz. Amúgy azt láttatok már vazelines fasz? Nem Joker, fasz. Kérdezem én. Nem. Én nem láttam, mert nem úgy láttam, érted? Figyelj csak, mesélték róla. Elmondom neked, hogy itt megmetszettük a balhét, még ifacsapálygolyók is bekerültek. Nem csak a vazelin. És hogyha így befogja az órát, és egy, tudod így... Nyom egyet, akkor egy alul meg kiegyenlítődik a vazelin. Aha, mint a parítja olyan. Igen, van olyan hely, hogy fixen lehet-e velünk találkozni? Aha, hát, én ott a izénél. A kópnál megszoktunk állni hazafele. Ott letépi magára a trikót, és integet, mint a izé budapesti hajótörött. Megkérdez. Nem a saját platformosat olvasod? Ezt ne haragudj, erről nem tudom beszélni. Nem lesz saját platform, nem, de hogy is. Hát azért az nem egy olyan, hogy... Mainstream platformot kell választani a fennmaradáshoz, srácok, ez igaz. Hát, hogy ha csinálnánk is egyet, én kaptam egy levelet egyébként valakitől, hogy egy prezentációt majd válaszolnom kell még nekik. Nagyon profil leírták, hogy mi van, de nem lehet. Van nyomogatós pólóban nagy méreted? Azt kérdezik Zsizi. Azt tudja, nem tudom, a shopba kell nézni. Azt se tudjuk, mi az a nagy méret. Mi kell neked? 4X-el, 3X-el, 2X-el? Mondtam, nézd meg. Figyeljetek, van itt egy ilyen kis cikkecske. Megpróbálom felolvasni, úgyhogy ne legyen benne hiba. Különös ügyben kellett eljárni a New York államban található Monroe megye bűnöldözőinek. Egy férfit azzal gyanúsítanak, hogy többször is betört egy bölcsödébe, hogy csecsemőnek érezhesse magát. A megyei sheriff hivatal közölte, hogy a rendőrök február 18-án reggel riasztották az intézmény betörése miatt, amikor a helyszínre érkeztek, a hátsó ajtón kifele futott egy férfi, akit sikerült fülön csípniük. A bölcsőd alkalmazottja január 30-án 120 dollárt talált egy kézzel írt cetlire, amin az a kérdés szerepelt, van-e felnőtt méretű pelenka az óvodában, és hogy a személyzet játszana-e vele. A betörés felfedezése után térfigyelő kamerákat szereltek fel a bölcsőben, és néhány nap múlva az előzőes hasonló üzeneteket találtak 200 dollárral együtt. Február 10...
Ja igen, hol jártam, bocsánat. Már ez már... Te figyeltél? Én pont elvettem a figyelmemet. Azért akartam. Na bocs, akkor ezt le is zárom itt, jó? Bölcsödébe bement egy csávó. Igen, várjátok, és február 14-én biztonsági rendszert riasztottak ismétetlen, hogy és kiderült, hogy valaki átkutatta a gyerek pelenkatartóit, és ismét egy üzenetet és pénzt hagyott hátra. A cetlin ezúttal az át, hogy nadrágok, cipők, melltartók méreteit tartalmazta, azt írta fel nekik. És a férfi emellett jelezte, hogy szívesen lenne kislány, Baby Danielnek nevezhetnék majd. Az újabb riasztás után a biztonsági kamerák felvételén látták, hogy pelenkákkal játszik, összeéleszti őket, majd felveszi és kirohan az épületből. Utóra kiderült, hogy megívott egy fél üveg tápszert, felvett egy melltartót és elrapott 3 pelenkát. Ez egy 65 éves amerikai férfi egyébként, aki csak így betör oda is újra. Nekem gyerekként szeret. Ez milyen beteg dolog. Nekem van egy nagyon erős emlékem, szerintem a tápszerről. Van egy íz. 65 éves férfi bevett. Van egy íz, amit néha így tudod, nem úgy érzem, mint egy normál ízt, hanem ilyen felületesen, ilyen emlékekből jön elő. Ilyen kicsit ilyen, azt tudom, hogy valami teljes dolog, de nem tejbegríz, nem tejberizs, nem izé, meg, és valamilyen kicsit vaníliás, és amikor a tesó még kicsik voltak, és volt tápszer, akkor annak hasonlított hozzá az íze, de nem teljesen ugyanaz volt, mert azt megkóstoltam, meg szerettem, az jó volt. És szerintem nekem a tápszer van így elraktározódva bennem. És sokszor vágyom erre az ízre. Meg tudom adni neked ezt az ízt. Langyosan szeretnéd, vagy melegen? Cumis üvegből, gyorsan. Jó, figyelj, ti hogy vagy itt most? Itt kitárulkoztam nektek ilyen kormemorikkal. Nagyon jó volt ez a tárulkozás is most, ez a tárulkozás. Igen. Baszabon. Én átvállaltam a tápszeres részt, te vagy a pelenkás. Valaki beírta a nevembe, hogy horgászcik szponzor kerestetik el. Ha holnap rám írnak a izétől, hogy egy 10 literes mi a faszomat etetőanyagot, hogy egy posztít cserébe. Azonnal. Ha, persze. Majd én beszélek velük, ne aggódj. Amúgy azt szoktad, te büdös geci. Amúgy azt sem volt, és láttam, hogy e-mailt, hogy valami játékkulcsot tarhált. Te köcsög gyerek. Nem is keveset, valami hetet, vagy valami. De mi? Úrbanyádat. De bazzeg, utána nézik a köcsögük, hogy nem csinálok róla. De nem, ez a Forest volt. Forest-tel írtuk, aha. Csak utána ráírtam az izé e-mailről is. Buzi csak kiszámoltam, hogy akkor Joker, Junior, izé. És mit akartál a kulcsokkal? Joker előtte is, hát igen, az egész család. De ez még a Forest előtt volt? Vagy a Forest közben már? Az új Forestre. Ja, de nem adtak, gondolom, kulcsot. De volt már sikerrel jártál, nem? Hogyne. Hát most már az ebből is látszik, hogy nekünk már lefőtt a kávé, mert régen ilyen Battlefield 1, 5, annyit küldtek, amennyit kértünk. Meg az izé, az fizetett. Ja, az fizetett is. Azt mondta neki, kénem ott is, hogy 6 vagy 7 kulcs. Azonnal lőtték a kulcsokat. Ráadásul az a fullos pak volt, tudod, a legmagasabb. Na jó, de az egy hatalmas cég. Meg ilyen pressnek gondolom. Indie fejlesztők. Jó, de legtöbbször ezek az indie fejlesztők keresnek meg folyamatosan. Állandóan dugik van, hogy küldenék ilyen, meg olyan játékokat. Ja, meg egyszer egy horgászos kulcsot azt elraktam, de azóta se aktiváltam. Tényleg volt ilyen, hogy évekig beleszartak a golfjukba, most olvasom. De egyébként, igen, ezt már beszéltük nagyon régen. Szóval szoktak küldeni amúgy egy csomó játékkódot, ilyen indie fejlesztők. Igen. Van egy csávó, egy lengyel csávó, azért az 10 éve nyomja. Igen. Nem tudom, hogy hívják, de ő sok játékot küld. Általában nem aktiválom be ezeket, mert általában úgy van, hogy az aktiválással elfogadod azt, hogy készítesz rá egy videót. De azért vannak azért nagyon putrik. Sőt, többnyire azok vannak. Úgyhogy vannak ilyenek, de Anti az... Geci. Mi az, Anti? Miért nevetsz? Mit láttál? Vannak a kommentjén. Hogy? Lali rám ír, hogy nincs olcsón SSD. Ez mi van, minden ilyen? Ja, várjál, szegény Lali, bazd meg, de elmondom, mi van a Lallerral. A Lallerral engem 9 órakor hívott fel a kurva anyját, érted? Hajnali 9-kor. 9-kor. Vagyis hát előtte kicsit 9-kor. Ma? Tegnap. Azt mondja, mit csinálsz? Mondom, hát bazd meg, most kelnék fel, megkérdezi. Ezt mondja, ja, jó van, akkor majd visszajövök. Mondom, ne hívjál vissza, majd írok. Ne hívj vissza, majd írok. Szegény, nem tudom miért. Hát most Lali lehet, hogy nem is lesz ma sem, meg úgy a hetekben, mert van neki valami a stream. Tényleg, ha valaki tud megoldást, azt írja már le. Az a lényeg a Lallernak, hogy nem tud
feltelepíteni. Nem tud feltelepíteni egyáltalán játékot a Steamről. Azt írja ki mindig, hogy tele van a Winchester, bla bla bla, de amúgy üres nulla mutatta is szóval. És ezért kérdezi, van SSD-t, gondolom. Nincs SSD-t? Semmi. Nincs. Semmi nincs, bazd meg. Na most már nem mindegy, minden így, hogy nem lesz podcast, meg semmi. Úgy se kell már neked. Végre elkezdhetünk pénzt keresni, hogy nem lesz podcast, bazd meg. Nincsen. Fegény Lali. És miért nem nekem szól ilyenkor? Hogy vigyen innen el, mert tudja, hogy te is elvisz. SSD-t azt nem tudok adni, de tanácsokat igen. Ilyenkor mit kell csinálni. Jó vizes kézzel megfogdosni. De nem tudom elhinni, hogy, meg lett a könyvtárban, lett állítva, meg minden. Minden, és még Windows-t is újra telepített más, mert az volt a lényeg, hogy ő újra rakta a Windows-t, és azt hittük, hogy utána egy óráig baszakodtunk, elolvastunk minden fórumot, blablabla, bla, nem volt jó. A Winchester-t? Le. De másodjára is megcsinálta megint a Windows-t, mert azt hitte, hogy az a szar, nem az volt a szar, beszopta vele. Hát most mennyibe kerül egy SSD? Nem tudom. 10 000 forint egy 120 gigas? De és ez milyen játékra elég? Neki nem, tehát a 2 terás izéje nem jó. A 120 gigás van neki, azt mondja a Windowsnál. Ja, 2 terás kellett volna neki. Ja, neki. Az már nem. Az csak 200 000 sem. Igen, ha alaplapot kell cserélni, akkor majd intézem. Vagy te mész. Szóval 200 000, de azt elvárja, hogy adjak neki ingyen, ezek szerint egyet. Amúgy lehet, köcsöggetsz. Vagy jutányos áron. Lónak a faszát izéért. Úgy kell kimenniük innen minden podcastnál, azok, hogy tapsolnak. Így megyek. De minden adás előtt. De nincs egy izé. Bejövök, sétálok, nem akarok lejönni, azt hiszem, ne nézelődjél, köcsögjél. Ja, mert úgy kezdi a Joker, bazd meg. De nem besétál, is kezdem úgy. És akkor így mindent megnéz. De tudod, amikor elmész valakihez. De imádunk, hogy bárki jön ide. Bárki. Hogy nem-e változik bárki valami, tudod, meg. Keresed az új változatosságot. Az állandóan el akar vinni valamit. Nem. Falnak, hogy egy geci. Ez olyan, mint a cukrosbolt. Ez olyan, mint egy zsibvásár, geci, minden van, és akkor... Te nincs egy laptopod elfekvőbe? Ül a gépnél. Hát, hogy is, egy 500 000-es laptopod, nincs elfekvőbe? A büdös kurva anyátokat fel. Legebb tudod, mi nyomogat a kíváncsiság most már, hogy mi a faszom van abban a dobozom, mert az már egy hónapja minimum ott áll be. Semmi közül hozzá, ezt résznél alkudozunk valamire Jokerrel itt. Baszom, rendes gyomorgörcsön van, baszom, hogy jöttök, érted? Mondom az azt, hogy az értékeket pakod el. De fiúkok azért nincsenek bevédén 40 ez, vagy mikorok jó, ha hallja, hogy kihúzok őket. Rosszul vagyok, bazd meg. Na, fémdetektor. Én most már értem, hogy miért van ez, amikor bejövünk, mert mondod, hogy ne zárjátok be az ajtót, hogy lásd, hogy mit csinálunk. Majd be lesz kamerázva. De tényleg érdekelt, mi van abban a dobozom, azért, nem tudom. Nem is fogod meg tudni. Rá van írva, hogy törékeny, minden érted, megrendelted, azt nincs is ráírva, de törékeny. Ott van törékeny. De te megint mi azzal foglalkozol? Itt a papírkádat óvarítassad, bazdmeg. Ugye, Anti, látod te is, nem? Ha van szemed. Van szemed. Az egy videóhoz készült, amit kellett volna karácsonyra akartam megcsinálni. És nem, bontottad föl? Nem. Nem akarjuk most kivontani? Nem. Így a podcast Joker, a keretei között. Joker, menjél haza! Ez az, mégre elértük. Menjünk, mert megy a busz, tudod. Menjünk. Ja, Istenem. Itt olyan jó cuccok vannak, tényleg. Amúgy tényleg jó cuccok vannak, de fajn dolgok vannak. És mindig... És még a faputriba nem voltál. Annó, ja, aha. Ott azért beszélyesebb dolgok voltak. De azért nehezebb volt, de onnan is lútoltam pár dolgokat. Buzi gyerek. Istenem. Jó, de hát az a költözésnél volt. Szünetmentes tápegység, festmények, fotóállvány, nem is tudom, mik voltak még. Amúgy igen. Az a baj, hogy túl jó szívem van. Igen. És Anti ezt már megtapasztalta, sajnálom. Azt kell azt mondani, hogy kihasználja. Igen, kihasználja. Fel kell neked is szerelned egy biztonsági kijáratot. Tudod, a mágneseset, ami olvas, és mindenre felrakod a csipogót. Most, hogy nem lesz bodkasz, mert nem kell. Hát egy darabig, hát nem kell félned. Ald is kasszásnőt, az csipogtat, amikor itt viszünk. Belépjük el. Mert rakhatnál egy szalagot, és az árut helyezzük fel. Jó, hát van itt azért, van egy-két cuccja. De hál' Istennek van mindenféle riasztó, meg minden. Orruszat írja, a főnök úr, nincs valami felesleges. Hát ez minden podcast alatt ez van, bazd. Hát ha lenne, már nem lenne. Érted? Ha lenne, már nem lenne. Mindenki innen akarja felújítani a gépét, mindenki innen akar mindent. Mert azt hiszik, én találom, bazd, őket. Jó, amúgy most előttem jutott eszembe, itt voltunk hárma, mentünk hazafele. Kodi, Anti, én.
És kajak, amikor volt egy szék, amit kidobtál a kukához. Igen. Ment a diszkurzus, hogy ki legyen geci. Hogy ki vigye, végül nem vittük el, emlékszel? Azt beszéltük, hogy azért az nem rossz ez az a szék. Szagyják. Nekem a hidraulika kellett volna szagyják róla, kokodinak meg minden. Ja, a szék, igen. Ja, igen. Ezt akartam mondani, hogy következő adásban kérdezte ez a hülye, Kodi, hogy szerinted elhozom otthonról a dobozost, hogy ott vannak a még a székek. Általában úgy van, hogyha én tényleg nagyon jó szívű vagyok, tehát hogy mit tudom én, valamihez hozzáhítok, akkor nagyon olcsón odaadom, vagy akár ingyen is ezeknek, azt kicsit el vannak kapatva. Ez nem igaz. Az biztos, hogy a naptárunkban Antikodi az el piros, van. Ők igen. Piros betűsbe, be van karikázva itt a lomtalanítás, amikor az itt lesz. Egymás sörgetitek holnap után, tudod? Jókertő, ez az ők igen. Jó. De még javíthatsz rajta. Még javíthatok, jó. Ti meg várjátok azt a bekarikázott napot. Anti, készen állsz? Megvan minden? Akkor nem eszek hogy előtte. Mert hogy hát a kaja is lesz minél több. De most a kajáról az eszembe tök jó volt, emlékszem rá, első két podcast, meg minden, tudod, jöttünk még akkor, gyertek, egyetek egy rántott húst, tudod. Az a baj, hogy nem mondtam, hogy te jöttetek magatok. Igen, ez valami elcsúszott. Én azt hittem, pedig bementünk konyhába, ott ültünk, és egyetek egy rántott. De valamiért bementünk. Mandéla effektus, nem mondta senki, hogy gyertek egyetek jöttetek magatoktól, hülyén a geci. Hát tényleg itt fogunk ülni a kis székeken a kapu előtt. A... És a rántatós, hogy teszem, hogy emlékszem, hogy mond, akkor már te is mondtad, hogy egyetek, amit akartok, tudod, és te meg úgy érzed, hogy nem csak ez az utolsó, de azért még egy elcsúszotta meg, majd nézted, hogy... Úgy kicsit fújtós, kellett egy kis savanyúrá, vagy követ. Egy kis innivaló, egy kis kenyérke. Én azt szeretném megérni, hogy egyszer jöttek és hoztok valamit. Én hoztam már csokikát, meg ilyen. Nem csokikát. Itt komoly dolgok. Jó. Ja. Sült testának libamája, meg így ilyen. Így van. Jaj, bazd meg. Extra hosszú podcast így a végére. És két órás. Én adom. Igen, te adod? Jó neked. Hogy oda üljek, azt én meg addig intézitek? Nem mersz ide ülni. Nem, ez igaz. Milyen autóid voltak régen? Nekem? Uh-huh. Most sincs semmi, nem is volt. Igen, mind a ez is kölcsönautó, leasinges. Hol van a rendszámod amúgy? Amit kaptál tőlem tavaly szülinapodra, vagy névnapodra. Mi között van hozzá, ez az enyém? Nem tudom, hol van. Biztos a lomok között, nem a hajítva. Pedig azt hittem, az izé lesz, föl lesz rakva valahova. Mert nem is emlékszem, mi van rajta, mi? De vagy nem. A multipla. Ez volt. Na szóval milyen autóid voltak? Én nem emlékszem a fehér Suzuki-ra. Volt egy Fiat Punto, a Suzuki... Az a Fiat, a Suzuki előtt? Mhm. Uh-huh. Seat. Az a Suzuki után. Alfa. Hol kezdődtek a bajok? Már milyen bajok? Hát a autó problémák. Az mindig volt. Hát a Seatnál már komolyan tartott. De a Suzuki-val nem volt baj, nem? Azzal nem. Az olaj nélkül lement Debrecenbe. Ja. Elfelejtettem önteni bele, azért nulla olajja. Kétszer lement. Meg se kottyad neki, érted? Kínáltam utána, olyan mondta, nem kell. Ja. Hát az Audi az nagy falat volt. Ja, volt Audi is. Ja. Az igaz, de beszoptam. Volt Audi. Nem, jobban tudtam, mint én. Én emlékszem. Utána a Challenger. Hát Alfa és Challenger, nem? Igen, az aha. Audi után volt az Alfa. Jó. Ja. Most gondolkodok utána. Hát a RAM. Ennyi. Challenger, RAM. Ennyi. De most gondoltam, hogy eladom mindet. Én támogatom. Mert részesedést kapsz, vagy mi? Nem, ez a benzintemető, ez nem jó. Milyen benzintemető, hülye gyerek? 4 liter teszik. Melyik? Itt, amikor így áll motor. Ha most így, kikapcsolt állapotba, bazd meg, most teszi a 4-et. Ablakmosó folyadékból, mondom, bazd meg. Ja, egy spriccelés. Mi a faszom közöttök van hozzá? Szörnyű. Majd tolom. Ja. Az mondjuk jó. Ja, és alad. Mert te szarod, mennyit teszik, merjébb arcú? 8-at. Milyen 8-at? A jó kedvében. Azért. Hát nem, egyébként jó. 9-10-et megzabál, nem? Igen. A Challenger mennyit teszik? 14-et. A faszt. 17-et.
Nem. 12, 14 között. Hogyha nem megyek vele. Nem, amúgy tényleg annyit eszik. Ott a izé, ott a gödöllői lejtőn így lefele, ott eszik annyit. Nem, tényleg annyit eszik. Hát tudom, mentem én már Pestre vele. Hát az, de... 120-a. Mert hogy ott is úgy voltam vele, hogy spórolok én a barátomnak. Nem nyomogatom. Anti, takarodjál ki innen. Úgy mentem a izével is. Csak az a baj, letiltott a izé 160-nak. Vagy mennyinél tilt le? 170 miért? 170-nél, nem? A RAM. Miért az én autóiról beszélgettek? Megkérdeztem. Ő mondta. Ti mikor tiltotok le a faszomba? Legyen? Én nem tiltok le senkit, majd tiltson le más. Arról, hogy a fiatalok úgy szívják a cigit, mint egy 70 éves láncdohányos, erről mi a véleményünk? Az mindegy, de itt valaki Csónya, azt mondja, hogy van, legyetek dízelpasszátot, mert az kimegy a világból. Köszönöm szépen. Aha. Igen. Ja. Csak a szerelőig jussak két havonta, igen. Két havonta meg szerelődni áll egy hetet. Jó, mert az enyém az izé. Igen? Bajos. De milyen pont, de akkor te tudod, milyen? Pontosan. 2.5-ös V6-os. Uh-huh. De már a, egy kicsivel jobbik motor, a 180 lóerős. Uh-huh. Nem a 150-es. Uh-huh. De azért elég... Jó, nem, egyébként a motorral semmi probléma nincs. Az égvilágon semmi. Most egy kicsit talán... Nem múlt héten kormoltuk ki az autópályán. Igen. Néha kicsit ki kell takarítani. A váltóval azzal már van, mert az szerencsére. Ez egy jó kombó. 4 kerék meghajtás, automata, 2.5-ös TDI. Úgyhogy néha, amikor templom előtt elmegyek, ilyen keneteket dobnak rá a papok tudod, hogy mikor áll meg. De egyébként szeretem. Nagyon jó horgászautó, elmegy minden. Meg volt a Laddám, igen, egyébként. Amit felraktál. Ja. Azt árulják megint, ha jól láttam, még pár nem, hónapja, ugye? Mosták. Ugye? Mosták. A Ladát. Mosták, szerintem nem árulták, mosták. Csak automosóval láttam. Így képbe vagy többen. Nem, az fenn volt, hogy eladó. A, igen, de aztán megvették. Ja. Ezek lerágják a húsom. Ezek le? Hát nem pazarlunk, nem izé. Csontig. Rohadt hiének. Ez pont egy szar konstrukció. Hát, ja. Ez egy fos konstrukció. Nem, ez már nem volt nagy hányas. Nagy szardarab, még a szaga is olyan. Jó, ez nálunk van újkora óta ez az autó. Tényleg, garázsban volt tartva, keveset használva. Mennyibe került újkorában, Antika? Azt nem tudom. Cipőt levették, úgy ültek bele, mi? Keveset volt használva. Én úgy járok vele, hogy... Leveszed a cipődet. Kihűtöm ugye autópályázás után a turbót, minden. 10.000-enként olajcsere. Kihűtöd? Hát igen, itt szoktunk állni a kapu előtt mindig. Azért, nem de az ki. Azért van, mert ő nem jön ki. Nem, de mindjárt próbálok rá odafigyelni. Uh-huh. Jó, de az tényleg igaz, de, hogy nem állítod le egyből az autót, igen. Jó, de a kedvencem az meg, hogy a haletető táptól, a hangfalakon keresztül, a búcsús játék, a faszom, tudja, a horgásszék. Most egy a csomagtartóba. A múlt egy műszerfal volt benne, basszeg. Egy halott német katona is van abban az autóban, basszeg. Kicsit én olyan, van. Mint a Gaben a üvegtigrisből. Hogy mindig hozol valamit, hogy nem érdekel téged ez új szemben. Van egy challenge-ünk, hogy általában kimegyünk itt, és minden hétfő úgy végződik, hogy a postaládában vannak tárgyak, vagy cuccok, mit tudom én, a ilyen keresztény újság, meg helyi hírek, meg a faszom tudja, és általában beszoktam dobni Antinek az autóba. Uh-huh. Ő meg gyorsan szarad, hogy becsukja az ajtót, hogy ne tudjam bedobni. Már lesz meglepetés. Mert... Már lesz meglepetés. Mert fölrúglak. Mert... Semmi, a cselenség a része. Úgy szoktam bedobni, hogy csukja az ajtót, de még a régesen pont beficcen az izé. Néha elbukok, de néha én győzök. A budai hírnök. A Jokernek a túloldalon kell beszállni gyorsan. Anti mindig nagy erőkkel szalad, hogy nehogy hazavigye innen a szemetet. Úgyhogy a múltkor én is találtam a Buda gyöngyét. Budai polgár. Vagy a Buda polgárt, vagy a faszomat. Azt direkt nem szoktam kidobni. Mert tudom, hogy téged érdekel, hogy mi folyik ott fönt. Itt volt médiás keksz is, ha jól láttam, mert jött akkor futár, ezt dobáltam be fel a kekszet, azt nem láttad? Milyen kekszet? Nem láttad, na, a kis te a kekszet. Aha, jaj. Kávé kekszeket. Nem láttad? Ott dobáltam be fele. Nem. Lehet, tényleg beleszartam a postaládába, az lesz a meglepetés. Ja. Utolsó podcastben miért nem beszéltek José jóságáról, emberiségéről? Most végig lesz az alapság. Fölállja? Igen, megvágj, nem tudom beszélni. Aranyos vagy Angéla?
Jó, nehezen kezeljük az ilyen szitukat, mert egyébként értjük, amire gondolsz, igen. Néha fölfedezett. Most várod a hizét? Beszéljünk? Nem, dehogy is, hülye vagy, bezzük. Nem. Csak ez milyen kínos lenne? Nem, hogy még a... Ez nagyon kínos lenne. Egyszer csak így elkezdene emelkedni ott az oszlán. Aha. Így megfőlegettünk. Így ezzel se hűnősz a hátra. Igen, állj fel, mutatkozzál be, kérlek. Honnan jöttél? Így beállni, így. Viszont vége lesz a podcastok, srácok. És aranyos volt, Angela, nem téged nevetlek kicsuk, tudod? Van az a szitu, amikor fényeznek téged, ez biztos de találkoztál nem, vele, nem? De nem csak te, hogy néző, nagyon, hogy beszélnek nem, rólad, és neked kellemetlen. Nem lenne szép dolog, meg nem vagyok én senkinek külön, úgyhogy köszönöm szépen, aranyos vagy. És nem rajtad nevettünk, csak a szituáción. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok, srácok. Nyomogat póló, mikor kerül szállításra, most indulnak valamikor. Igen, Anti hozza. Meg is jött, Zsolt Gyimesi. Én horgászboltos vagyok, érdekelne ez a horgászik szponzor dolog, amit írtatok, a komoly dolog. Figyelj, én azt tudom mondani, hogy Antinak nem tudom, van-e Instát, Facebookot, követnek 15-en azért, nem? Hát körülbelül. Tehát ez tök megérős. De azért, hogy az Anti egy, kapjon egy vödör faszomat, biztos, hogy nem csak semmi. De most mondom. De várj, oké, okay, akkor azt beszéljük meg, hogy bevállalhatod, és felezünk az etető anyagon, mert nekem is lenne hely hozzá. Rendben, akkor sok sikert nektek, én azt kívánom. Nekem izé érdekelne. Mind a három ember, aki meg nekem, fogja Féderbot, nézni, fogja Féderbot, nézni. Nekem Féderbot. Nekem agyagos föld érdekelne nagyobb mennyiségben. Képzeljétek el, ez úgy működik, hogy a folyóvízi horgászathoz célszerű, ha keversz agyagos földet az etetőanyagba, hogy az levigye az aljára, mert ez megnehezíti a szemcséget, és lemarad, mert ugye a folyó elsodorja. Nem hallottam semmit, de hajrá. És 1000 forintba kerül 1 kiló föld, ilyen agyagos föld. És nem tudom elképzelni azt az esetőséget, hogy mondjuk Békés megyébe, vagy nem tudom, most ezt próbálom kideríteni, hogy hol van ilyen agyagos föld, hogy én oda megyek egy ásóval, azt teliszedek egy 20 literes vödröt, az ne lenne ugyanaz, mondjuk kicsit még átrosdálom, lehet, hogy nem teljesen ugyanaz, de hogy hasonló funkciót tölt be, szerintem így van. Nem akarok 1000 forintért egy kurva kiló földet venni, amit utána eldobok fél óra alatt. Hát akkor el kell menni és kiásni. Igen, csak nem tudom, most ezt próbálom kideríteni, hogy az honnan szerezhetik? Mert hasonló forrásból kéne valamit. Itt van, kérdezz meg. Meg tudod kérdezni. Jaj. Jó, köszi. YouTube-on sziasztok, talán, köszönjük. Ma este még itt a Facebookon, de utána nem. Csók a család, mindenkinek nagyon szépen kösz az egész. Kinyomnád, Lizi. Nagyon szépen köszönjük a hármas támogatást, srácok. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt voltatok velünk. Ez nagyon fontos. És köszönjük szépen. És a Facebooknak is, hogy itt lehetünk. Köszönjük, srácok, a csók, lokációkat. És sziasztok, ma este még itt stream, utána YouTube-on. Sziasztok, sziasztok. Szia. Hello. Hello, szia. Sziasztok. Hello. És kösz a donációt, meg a TikTokon is, meg mindenhol. Meg úgy mindent. Szia. Boda szőrön. Okay. Szia. Köszi, hello.